A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás a vidéki települések között a legnagyobb területet átfogó társulás. Éppen most foglalkozott a parlament a hulladékgazdálkodás továbbfejlesztésével. Elfogadtak egy jogszabályt, amely 2023 júniusában lép életbe, és az további feladatokat ad számunkra. Valamelyest elmozdult a koncepció a korábbi válogatás és anyagában történő ugyasszocsistástól a betétdíjak irányában. Ez egy új helyzet számunkra, nyilván az egész hulladékgazdálkodási rendszer számára, és hogy látjuk a folyamatokat, egy konceszor venné kezébe a hulladékgazdálkodást, és ennek a mondjuk eszközei lennének azok az önkormányzati társulások, a társulások tulajdonában álló cégek, amelyek ezt a közszolgáltatást végzik. Meggyőződésem szerint ezek a cégek általában, a miénk biztos, jól és kiszámíthatóan gazdaságosan működik, és olcsón szolgáltat. Tehát ezeket a cégeket biztos vagyok benne, hogy az új koncesszió tulajdonosa is valamilyen formában integrálja ebbe a rendszerbe. Az elnök elmondta, a közeljövőben egy uniós fejlesztési program keretében távhőrendszerhez kapcsolódó hulladékhasznosítást terveznek Kisvárdán. Emellett a megyének folyamatban van egy projektje, amely egy Beregszász melletti hulladéklerakó kiépítését tervezi. Ez a hulladékgazdálkodás szempontjából azért is jelentős, hogy minél kevesebb hulladék érkezzen Kárpátaljáról a Tiszán keresztül.